Na, közben ilyen vakcina, jövő hét kett vakcina oltás, 9-re állítólag. Érkezik majd pisztrás, bement a pályába, kicsike azt hiszi, hogy galoppot kell, de nem kell neki. Szépen el van, egy lazítós megy, és már kijöttünk ide is. És érkezik még a három mazsi, és körülbelül akkor meg leszünk, hogy jövő. De tököltek, hogy kiraktak még repetával azokat, meg még nem tudom, és itt van negyed kettő, ami nem engem zavar. Csak a nyomcsi azért nyomogatta itt a dolgokat. A többiek már benn vannak, kész vannak, hogy mit csinálnak, nem tudom. Érkezik Piszrás Szilus. Gyere, kis pucikám, kényelmesen megyünk. Jó, kitrappolunk haza, nyomcsi kizabol, meg még maradok a szőrösekkel. Nem szőrösek különben, csak most már rájuk ragadt, inkább most húzna ez a kicsi. Hát ment egy pár galoppot itt édesem. Jó, trappolj ki vele egyenes végig, köszönöm. Csak trapp! Van a kézbe. Hát nem szokta feldobni a fejét, szépen nem van neki. Csinálja a kis dolgát. Hát na nézd meg, milyen szépen trappol. Igen, kapja ezt a boherin? Igen, olaj. Pénteken, vagy vasárnap érkezik meg, úgyhogy hétfőn megkapja is a kis Sziluka. És ez biztos, hogy nagyon jó lesz neki. Megolajozza ízületeket, mindent. Bonharen, így van, Bonharen. Így van. Jó van, drágám. Hát ő is a szívét kiadja a kicsike, ugye aztán ilyenkor stresszben van, hogy bemegyek, akkor jaj, mi lesz? Semmi nem lesz, kicsi, meg darabig így ballagunk. Padik, én vittem ki eskáma, sima száron, de frissecske volt. Húzott nagyon? Hogy? Húzott? Aha, egy ki kell. Húzom a fejét, de aha, nem kim volt másfél órát, pedig beská vittem ki. Hagy napozzam. Jó van, édesem. Alsó úton szépen, hogy leteszi magát, sétanyus. Én várom a három mazsolát, Csampi, Kinna, Tóbin. És lelkiismeretünk tiszta.